Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy egészen különös életúttal rendelkező mérnök tanár. Egy olyan ember, akinek az élete most majd nyitott könyv lesz előttünk, de hogy mi minden fér bele ebbe a 70 esztendőbe, hiszen július 28-án ünnepli 70. születésnapját, azt hiszem, hogy ez példaértékű és példamutató. Varga János a vendégem. Szép jó estét kívánok, üdvözlöm. Szép estét kívánok. No, hát igen. Mérnök tanárról beszélünk, de azért nagyon-nagyon fontos az az életút, az indítatás, hogy ki honnét indult el és hova érkezett meg. Ön Cserekerten született. Az imént említettem önnek, hogy Kolozsvárra igyekezve, Debrecen felé járva, a Létavértes mellett van ez a kis település, egy zsákfalu. Ugye három utca volt összesen, a Rákóczi, a Felső és az Arany János. Melyikben élt a kicsi Varga János? Hát mi a legalsóba éltünk, és ott születtem. Akkor Arany Jánosnak hívták, később Hajnal utcára keresztelték. Hát valóban ez egy, úgy szoktuk mondani, hogy Isten háta mögötti kis település. A térképen szinte már alig található, de a mi szívünkben örökké élni fog, akik ott születtünk. 350 fő volt csúcsidőszakban a népesség száma. Ezt nagyon könnyen meg tudtuk tenni, mert télen szoktunk népszámlálást tartani. Leültünk a kemence patkára, és mivel mindenkit ismertünk, sorra vettük az embereket, kezdtük a falu végén, és mindenkit számba vettünk, és ott jártam iskolába. Ez egy csoda pillanatok lehettek, hiszen egy ilyen kicsi településen, ahol valóban mindenki ismer mindenkit. Általában feltűnő, ha valakit különös készséggel és képességgel áldott meg az Úr, és hát ön tehetséges volt, mert hogy ugye 7. osztályos koráig oda járt, aztán Nagy Léta, amikor körzetesítették a települést, jó tanuló volt? Hát jó tanuló voltam. Nem voltam mindig kitűnő, de jelesnek minősíteném magamat. Viszont bizonyos területeken úgy érzem, hogy ott kiugró képességem volt, például matematikából. Matematika, fizika? Matematika, fizika, bár Csenekerben még nem nagyon tanultunk akkor fizikát. Utólag tudtam meg néhány hónappal ezelőtt, hogy az a tanító házaspár, aki minket tanított, hát a férfi portörő tanár úr, így hívták, Portörő Sándor, ha mindenképpen szeretném tisztelettel és hálával megemlíteni az ő nevét. Utólag tudtam meg, hogy ő egy kántortanító volt, de később matematika-fizika szakos képesítést is szerzett, de valahogy az órájába ezt úgy nem nagyon emelte be, tehát nem voltak például ilyen kísérletezések. Nem is volt olyan egyszerű, mert gyakorlatilag ez egy ilyen Klebersberg típusú iskola volt. Ez volt az egyetlen téglaépület a faluba. Klebersberg Kunónak volt ez a zseniális programja, aminek keretében úgy tudom, hogy 5000 tantermet épített föl Magyarországon, és az volt a koncepciója, hogy időt álló épületeket kell építeni, ezért a Klebersberg iskolák azok mind téglából épültek, a padlózata vörös fenyő volt, és a tető szerkezete pedig pala, és az iskolához hozzáépülve, hozzáépítettek mindig egy két vagy három szobás tanítói lakást. És akkor így akarta a Klebersberg ösztönözni, hogy az oda kerülő tanítók esetleg házasságot is kössenek, és így kötődjenek is a településhez, és meg az iskolához. Remek gondolat és nagyszerű megvalósítás volt annyi szerint. Hát szerintem, hát Klebersberg ugye Fehérvárhoz is erőszálakkal kötődik, hiszen 2 éves kora óta itt élt Fehérváron. De ez a koncepciója, ez szerintem egy áldás volt Magyarországnak, hiszen abban az időszakban az írástudatlanság igen magas fokú volt, és hát ezen óriásit lendített neki, és az volt a koncepciója, hogy alapszinten kiépítse az oktatási rendszert, úgy, hogy arra aztán később lehessen építeni. Hát ő épített is, mert egyetemeket is létrehozott. No, hát, hogy választott magának középiskolát? Hiszen
ahogy említette, minden tantárgyból jó volt. Tehát hát, egyként humán, reál, egyként. Igen. És így a Mekvárt András képipari technikumba került Debrecenbe. Hát nagyon érdekes története van. Ebben a faluban nem volt se villany, se víz, de a 60-as években Debrecenből kiárt egy mozigépész, egy furgonnal, hozta a benzinmotoros generátorát, kitette az iskola udvarára, és akkor így termelt áramot, és benne a tanteremben pedig ott történt a vetítés. És édesapám egy ezermester típusú ember volt. Mindenhez értett, a kútfúrástól kezdve, ő volt a fodrász, és már az első néhány alkalommal megismerkedett ezzel a mozigépésszel, és megtanulta, hogy hogy kell befűzni a filmet. És akkor egyszer adódott egy téli időszakba, hogy amíg vetítette a filmet, akkor a hófúvás keletkezett, hogy egy méteres magasan állt a bekötőúton az a zsákfalú, amit ön említett, ennek egy ilyen másfél kilométeres bekötőútja, és nem tudott hazamenni. És akkor édesapám felajánlotta neki, hogy hát akkor aludjon nálunk. Na most ez egy ilyen két méteres ember volt, hát a mi ágyunk meg olyan 1,80 volt, és a lábait így a rács között ki kellett dugni, és akkor apám megvendégelte, kiment a kamrába, leakasztott egy ilyen dupla szál kolbászt, és azt elkezdték enni. Apám ette az egyik végét, a mozigépész, sajnos nem emlékszem a nemére, meg a másik, és közben meghányták, vetették az én sorsomat, mert akkor voltam 8. osztályos, hogy hova menjek tanulni. És akkor édesapám mondta, hogy hát most hoznak létre itt egy gimnáziumot a faluba, a szomszéd faluba, a Nagylétán, és hát úgy gondolták, hogy oda menjek. Hát erre rögtön lebeszélte, hogy egyrészt új iskola, ott még nincs kialakult tanári kar, nincs hagyomány, meg fiú gyermek vagyok, miért nem valami műszaki területre megyek, és akkor azt javasolta, hogy azt mondja, miért nem küldje a gépipariba, Debrecenbe, én is ott végeztem, a gépipari technikumba, Mekvárt András gépipari technikumba, és akkor hát ez nekem is úgy tetszett az ötlet, és akkor így kerültem oda, és akkor gépész technikusként végeztem Debrecenben. Milyen volt az a 4 év? Hiszen ott már szakosodni kellett. Nyilvánvaló, hogy az érdeklődési körét alapvetően meghatározta a reál tárgyak. Igen, ott volt gépész, meg ilyen villamos ipari szak. Hát én a gépész szakot választottam, és hát ez a későbbi pályafutás, amit azt is meghatároztam, mert miután elvégeztem a technikumot, akkor maradtam ebbe az irányultságba, és így kerültem a Miskolc Egyetemre, de a gépipari technikumba az ország úgy tudom, hogy 20 legjobb iskolája között tartották számon, és kiváló mérnöktanárok voltak. Akkor még nem gondoltam, hogy valamikor én is mérnöktanár leszek, de a legszigorúbb tanárunk is, például a mechanika tanárunk, a Vajdics Pál, hadd említsem meg a nevét, ő volt a példaképünk. Most volt nemrég az 50 éves találkozónk, és őt az egyetlen tanár, aki hát egyrészt még él, és meg tudtuk hívni a találkozónkra. Nagyon-nagyon fontos időszak az, amikor valaki bevonul katonának. Akkor van ideje arra átgondolni, hogy mi vár rá az egyetemen egyik oldalra, hiszen előfelvétel is volt nyilván, hiszen 11 hónapig volt katona, és hogy milyen gondolatokkal érkezik meg. Ugye a pólóján látom, Miskolci Egyetemi pólót vett fel, tehát a Miskolci Egyetem egy nagymúltú intézmény volt, és ráadásul a gépészmérnöki kar pedig a színvonalában nyugodtan mondhatjuk, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem mivel vetekedett. Milyenek voltak az egyetemi évek, hiszen ott már azért szakosodni kellett, tehát tudni, hogy mit szeretne majd a későbbiekben kezdeni magával. Hát még annyit a pólómról, talán a tévéfelvételen is látszik egy dátum, 1735. A Miskolc Egyetemnek az ősi alma mátere egészen Selmecbányáig nyúlik vissza. 1735-ben Mária Terézia itt hozott létre egy ilyen bányatiszt képző iskolát, és ezt követően pedig azt hiszem 1762-ben ezt átminősítette akadémiává. Tehát Selmecbányai Akadémia lett, ahol már mai fogalmak szerint nyugodtan mondhatjuk, hogy mérnökképzés folyt. Tehát itt már bányász, kohász, erdész és
pénzverő, bármilyen furcsa, pénzverő mérnököket is képeztek, és hát mondhatni, hogy ez az iskola, ez világhírű volt. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy amikor Franciaországban létrehozták az École Polytechnique-ot, a francia műszaki egyetemet, akkor a selmezbányai mintát vették át, még a tankönyvek szintjén, meg a tantervek szintjén is. És hát itt nagyon híres tanárok tanítottak egyet, hadd említsek meg, például a Doppler Krisztián, a Doppler ervet fizikából mindenki tanulja középiskolában, és hát vagy a mai híressége közül, bár már nem él, de például tanított itt például a Kármán Tódor is, aki hát később a repüléstudománynak lett. Nagyon fontos, amit mond, hiszen voltak, ezek szerint volt ön előtt példaképek, és egy olyan út, amit szeretett volna végigjárni, és meg is tette. Tudta már, hogy gépészmérnökként, gépnyártás technológiai szakon rendszervezőként végzett, hogy mihez kezd? Hiszen, ahogy olvasom az ön önéletrajzát, karrierjének nagy részében informatikával foglalkozott. Tehát minden lépcsőfokot végigjárva. Melyik volt az az első munkahely, amely azokat az álmait beteljesítette, amit megálmodott önmagának? Hát igazából ezen a karon belül, a gépészmérnöki karon belül is volt egy szakosodás. Akkoriban már a számítástechnika, ugye a 70-es éveknek a legelején vagyunk, már kezdett elterjedni. Tehát már voltak számítógépek is, igaz, még óriási nagy darabok, és az egyetemen is volt számítógép, és akkor indítottak be, pont az előző évben, hogy én oda kerültem, egy új ágazatot a gépészmérnöki karon belül, ez volt a rendszerszervezői ágazat, és itt már olyan mérnököket képeztek, akik, hát hogy úgy mondjam, meg voltak fertőzve számítógéppel, tehát itt már tanultunk számítógép programozást, számítógépes rendszereknek a tervezését, hát persze azon a szinten. És akkor, mikor végeztünk, akkor Videoton éppen akkor kezdett el fölfutni a számítógép gyártás, és a Videoton számításnak a gyárnak a mérnökei, vagy a humán politikusai szervezték a leendő mérnököket, és nagyon sok mérnököt, hogy úgy mondjam, elcsábítottak Székesfehérvárra, és akkor én maradtam akkor ennél az informatikai vonalnál, ez ott nagyon megtetszett nekem, és ide érkezve Fehérvárra, itt is egyből a számítástechnika gyárba kerültem, és hát kezdetben számítógép programozással foglalkoztam, hát elég hosszú ideig, több mint 15-6-7 évig programoztam életemben. Mondhatom, hogy azokban a mélységekben, ahogy nekünk kellett programozni, tehát igazán ott lehet megérteni, hogy hogy működik egy számítógép. Igen, de egy nagyon fontos kérdés. Eljött, ha úgy tetszik, otthonról a világ végére. Otthonról most már hazajött nyilván, ha visszatekint rá, hiszen már itthon van velünk, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kezdeteknél, a nagyon kezdeteknél valaki felépíti úgy önmagát a választott hivatásában, hogy eljut a csúcsig. Hiszen azt valljuk meg, a Videoton bármennyire is népszerű volt, és egyedülálló az országban bizonyos értelemben, a televíziógyártás tekintetében azért volt Orion és a többi, de azért az informatika területén önök voltak az úttörők. Hát szó szerint maga a számítógépgyártás is egy új vonal volt a Videotonban, és a Videoton annak idején, hát lehet, hogy talán nem a leg, mai szemmel nézve nem a legjobb döntés hozta, nem az IBM vonalra tett, hanem Franciaországból vásároltak know-how-t, licenszet, és francia számítógépeket kezdett el gyártani a Videoton, ez volt az R10-es számítógép. Egyébként viszonyítva az akkor a szocialista országokban gyártott számítógépekhez, ez egy kiváló minőségű volt. Tehát az orosz meg a bulgár számítógépek, azok 4 év után működésképtelenné váltak, valami hiba mindig előfordult. A Videotonnak a számítógépei, azok napokat működtek. Ez hát ezzel irányították a párizsi metrót például. Ez köszönhető az önök munkájának nyilvánvaló. Húzták egymást a sok fiatal szakember? Hiszen itt olyan rutin még nem volt bizonyos értelemben sem. Hát, tanultak egymástól? Feltétlen. Tehát a számítógép programozásban
aki már mondjuk 2 évvel korábban kezdte, már az előnynek számított. És volt rivalizálás is közöttünk, de rendkívül jó együttműködés volt. Én nagyon szíves emlékeim vannak azoktól a kollégákról, akiktől én magam is először például ezen a nyelven, amin az E10-et kellett programozni, azt nem tanultak az egyetemen, és azt a videótanos kollégáktól tanultam. Rendszergazdaként, illetve projektirányításban is jeleskedett. Ez miként kapcsolódott az informatikához abban az értelemben, hogy amit elkezdett? Hiszen jószerivel én azt mondom, hogy nem tudott szakirányt választani, mert akkoriban mindenhez kellett értenie. Igen. Hát ez szép fokozatosan ment előre. A legelső szint volt mondjuk hát az egyetemi végzettségűek számára a számítógép programozás, és akkor ennek egy következő szintje volt, amikor meg kellett először tervezni magát a rendszert, akár egy raktári készlet nyilvántartó rendszert, és ez egy külön szakma volt már akkor is gyakorlatilag, majd pláne ez a rendszer szervező. Tehát igazából ez nagyon jó volt ez a folyamat, mert egy rendszert megtervezni igazán azok tudtak jól, akik tudták azt, hogy ez hogy lesz leprogramozva. Tehát ez egy óriási előny volt, hogy mi programozókból váltunk, hogy úgy mondjam, rendszer szervezővé, és egyből tudtunk, hogy úgy mondjam, működőképes rendszereket tervezni. Később, ahogy fejlődött a szoftvertechnológia, akkor jött be még a videótanos időszakomba, például a ma is használt egyik legfejlettebb adattárolási technológia az adatbázis kezelés. Hát egy átlag ember, azt megmerem kockáztatni, hogy ma se tudja pontosan, hogy mi az, hogy adatbázis, de hát ez egy igen komoly szoftver tudást igényel, és ennek az adattárolásnak a megtervezése ma már az is önálló szakmává vált. Tehát az adatbázis tervező az informatikán belül is egy igen preferált és magas szintű tudást igénylő terület. Meg annyi újítás fűződik a nevéhez. Tehát itt is el kellett indulni valahol. Nyilván erről a következő beszélgetésünkben már azt mélyebben fogunk beszélgetni, de honnét jön a gondolat, honnét jön az az újító szándék, ami aztán a megvalósítással együtt eredményt hoz? Hát számítástechnikában gyakorlatilag egy nagyon kreatív embernek kell lenni szerintem számítógép programozásba. Tehát ott bizonyos dolgokat nem is tanultok soha, nekünk kellett kitalálni algoritmusokat. És például a Videoton számítógépnek, ennek az R10-es számítógépeknek először például nem volt olyan szoftvere, amivel bármilyen meglepő, binárisan össze tudtunk adni számokat, de így, ahogy a hétköznapi életben csináljuk a matematikai műveleteket, például erre nem volt kifejezetten program, és nekem az első újításom az volt, hogy csináltam egy ilyen programot, és érdekességként jegyzem meg, hogy ez akkora összegű volt, hogy ebből tudtam venni a szüleimnek egy színes tévét. Öcsémmel együtt kooperálva az ő is beszállt ebbe. És akkor próbáltuk előbb a szüleinket meggyőzni, hogy dobják ki a fekete-fehér tévét, de jó az. És akkor végül is amellett döntöttünk, hogy nem szólunk semmit. Megvettem az újításomból, meg az öcsém hozzájárulásával ezt a színes tévét, hazavittük cserekártbe, letettem az asztalra, és akkor már nem tudtak mit szólni. Tehát az újítások mellett, és én azt mondom, a színvonalos szakmai munka mellett, ami nyilván megfelelő anyagi bázissal az akkori időkhöz mérten is társult, ha úgy tetszik, és ennek ellenére a váltás mellett döntött, és pedagógus lett. Ilyenkor csak egy kérdés merül fel, miért? Hát az igazi volt, megmondom őszintén, én már gyerekkoromban matematika-fizika tanár akartam lenni, vagy legalábbis már középiskolás koromban olyan tanáraim voltak, akik ezt a két területet megszerettették velem, tehát hiába jártam a gépőriba, a matematikát, fizikát ott magas szinten tanították, és nekem szimpatikusak voltak azok a tanárok, a matematika tanárom. Matematika tanárom az egy rendkívül okos ember volt, az atommag kutatónak volt a tanára, vagy a munkatársa, és ilyen óraadó tanárként jár be. És hát engem az rendkívül lenyűgözött, hogy mi annak idején a Larichev nevű, hát
mondhatom, világhírű példatárból tanultunk, és az újhelyi tanár úr, ez az említett atommagkutatós tanárunk, ez szinte soha bele nem hibázott, bármilyen feladat, kinyitott a laricsevet, na csináljuk meg ezt a példát, és lehetett látni rajta, hogy ő azt nem oldotta meg előre. És akkor én is úgy döntöttem, hogy a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemre megyek, matematika, fizika szakra, csak akkor 20 pont volt a felvételi határ. Tehát maximum, a maximális, igen, ez volt a maximum. Maximum most. Én éreztem, hogy a technikumban nem voltam kitűnő tanuló, tehát hogy körülbelül 8 pontot tudok vinni érettségivel, és akkor maximális pontszámot, ha írok, a 10 volt a maximum, akkor is csak 18, és a Kossuth Lajos Egyetemen akkor olyan nehéz volt bejutni, tehát nagyon népszerű volt ez a szak még akkor, ma már nem sokan akarnak menni matematika-fizika tanárnak sajnos, hogy 19-20 ponttal lehetett bekerülni, és hát akkor láttam, hogy gyakorlatilag nincs esélyem. Tehát megpróbálhatom, de valami isteni csoda kell, hogy engem oda fölvegyenek. Tehát a rendszerváltás környékén megszületett ez a döntés önben. 92-től tanított ugye 5 esztendőn át a Szent István a mezőben, ha úgy tetszik, és közben pedig egyetemre járt Pestre, a Műszaki Egyetemre, és így lett gépészmérnök tanár. Ezt fontosnak érezte, hogy a tanári szak is az öné legyen? Megmondom őszintén, hogy itt is egy ilyen véletlen dolog történt, hogy én itt dolgoztam az Arévnél akkor, és a Szent István mezőgazdasági szakiskola az a szomszéd épületben volt, ahol volt egy ismerősöm, akinek a férje Miskolcon végzett gépészmérnök volt, és az igazgató is, az iskola igazgató is Miskolcon végzett mérnök volt, és megüresedett egy matematika, fizika, informatika tanári szak. Egyszerűen az történt, hogy ez az egyik tanár októberben már ment a tanév, elment kamionsofőrnek, és hát hirtelen nem tudtak leakasztani, és akkor neki támadt az ötlete, meg ő ismert, hogy bennem van egy ilyen érdeklődés, hogy tanítsak, és akkor megkerestek, és hát az igazgató azonnal felajánlotta, hogy akkor vállaljam el ezt az állást. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy pontosan ugyanebben az időszakban az APEC és a fejlődés stádiumában volt, és ekkor megvásárolta az Albaregi építőipari vállalatnak az egyik épületét, és jött vizitálni az igazgató. Mi meg épp akkor bontottuk le a számítógéptermet, mert akkor jött be ez a PC-s technika, és megszüntették azt a légkondicionált termet, és ő kérdezgette, hogy hát maguk mivel foglalkoznak, itt mondtuk, hogy hát informatikus mérnökök vagyunk, hát pont nekem kell egy ilyen szakember, egyből letegezett, hát gyere be, holnap megbeszéljük. Hát bementem az APEC igazgatóhoz, megbeszéltük, kértem gondolkodási időt, és akkor olyan patthelyzetben voltam, hogy most vagy az APEC-hez megyek informatikusnak, vagy pedig megyek tanítani a Szent Istvánba, és a szervezés tudományban van egy ilyen úgynevezett KIPA módszer, amivel ilyen variációk közötti optimális választást lehet csinálni, úgyhogy én fölírtam körülbelül 18 szempontot, és akkor a két állás, az APEC, meg az iskola, és kipontoztam, a végén még volt egy barátok véleménye, és mit ad Isten, az iskola nyert. Nyert a Szent István. Persze, ebben biztos benne volt az a mély pszichológiai dolog, hogy a lelkem mélyén én igazán ezt részesítettem erőnybe. Annál is inkább ugye, hogy 97-ig ott tanított, utána jött az ENSZ, és hát ugye most kicsit gyorsítunk, mert utána nyugdíjasként óraadó tanárként tanított az Aranykéz iskolában, a Széchenyi Istvánban, a Baracskán, egy általános iskolában. Tehát én mikor azt mondom, és majd erről beszélünk a következő adásban is, hogy ugye nem doktorát, majd megkérdezem, hogy miért. Tehát aki már ilyen a választott hivatáson ilyen magas szintet képvisel, az hogy talál otthonra egy általános iskolában? Tehát én azt gondolom, hogy tanárként mindenképpen megtalálta azt, amit keresett. Visszatérve még a tanári képzettségemre, hogy én igazából ezeket a tárgyakat, az igazgatónak is ez volt egyébként a véleménye, hogy én tanári képzettség nélkül is bejött órákra és megnézte, hogy tanítok. És mondta, hogy
János azt mondja, magában így ösztönösen benne van ez a szakma, de ezért mégiscsak végezzen el egy tanári szakot, és akkor ő javasolta, hogy a Pesti Műegyetemen akkor szerezzek mérnök tanári diplomát, és hát ezt meg is szereztem, hárman voltunk az egyetemen, akik ilyen kitüntetéses diplomát szereztünk, visszatérve, hogy nem doktoráltam. A pályafutásám során három egyetem ajánlotta föl, hogy menjek oda hozzájuk és doktoráljuk. Az egyik volt a Pesti Műegyetem, miután a vörös diplomámat ott megkaptam. Előtte már a Miskolc Egyetemen és a gépelemek tanszéken, a híres Terplán tanszéken, ez a Terplán Zénu professzor volt elnevezve, ott is ajánlották, hogy maradjak ott az egyetemen tanársegédnek, és akkor később, ez már a nyugdíjas időszakomban volt, de nem látszott rajtam, hogy én nyugdíjas vagyok, mert én olyan agilis voltam, ez a mai napig is most nagy képviség nélkül mondhatom, hogy megvan bennem, hogy olyan 40-50 évesnek nézett a Pannon Egyetemnek a rektora, és mondta, hogy hát miért nem doktorálsz? És az ok pedig az volt, hogy nekem a kollégáim között volt egy tanár, aki doktorált biológiából, az Ádám Attila, a Szent Istvánba, és kérdeztem egyszer tőle, hogy mennyi a te havi fizetésed. És kiderült, hogy ezért a fokozatért, ezért a tudományos fokozatért azt hiszem 500 forinttal kapott ő több fizetést, mint egy másik átlagtanár. Tehát és akkor volt, én úgy gondoltam. Igen, tehát volt gyakorlati okkal. Igen. Hát most újabb három évig most minek tanuljak 500 forintért, meg hogy odaírásom a nevem elé. No, hát tulajdonképpen keretbe zártuk ezt a történetet, hiszen a kisfiútól eljutottunk a nyugdíjig. A következő beszélgetésünkben pedig az már abszolút abban az értelemben szakmai lesz, amelyben azt a nagyévű életpályának a különleges pillanatait és különleges adalékokat fogunk majd megismertetni a nézőkkel, és én pedig most hát köszönöm önnek, hogy megtisztelt. Én is nagyon köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésekben Varga János mérnök tanár volt a vendégem, ez a beszélgetésünk első része. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!